Ferencvárosban van egy önkormányzati cég, amely azért felel, hogy az utcák, a terek, a parkok és az önkormányzat tulajdonában álló házak és lakások tiszták, rendezettek legyenek. Ennek a cégnek a vezetője nagyon jó barátja a helyi fideszes vezetésnek, helyi kiskirálynak is hívják az itt lakót. Meg is látszik, hiszen a munkájáért idén májusban is 2 millió forintos prémiumot kapott a fizetésén felül. Természetesen megbecsüli a jó munkaerőt, csak éppen azok nem látják a munkáját, akik itt élnek és a mindennapjaikat ezekben a házakban töltik. Nézzük meg, hogy milyen az, amikor a gangon van a WC, és egyébként a lépcsőházak, az udvar, abonta egyszer kapik a felületet. Tisztaság szempontjából sajnálatos módon nincsen rendesen karbantartva. A fiam mondtam azt nem hozzá ide, mivel hogy ez a ház olyan koszos, hogy fertőzés veszélynek van kitéve, szóval a korlátot megfogja, hogy bármit, vagy éppen ide lejön az udvarra, vagy valami. 2 hete nem láttam takarítót, például. Most a legutóbb idő, de 2 hete nem láttam takarítót. Arról nem beszélve, hogy a házban emberi fekáliától kezdve minden megtalálható. És amikor takarítanak, akkor a gangon, a lépcsőházban, a kapuajban, itt az udvaron, itt mindenhol takarítanak? Hát nem. Bejönnek az udvartesekhez, összesöpik, az kimennek. 6-an vannak, vagy 7-en vannak, de szóval nem csinálják meg a dolgokat. Hogy tetszik itt élni ebben a házban? Hogy érzi magát? Hát borzasztó körülmények közt élünk itt. Én a földszinten lakom, és egyszerűen kibírhatatlan állapotok vannak. Minimum 3-szor kell kimennem a kis falat kutyámmal, és a patkánytól nem félünk kimenni, még a kis kutya is. Mert állandóan jönnek, mennek a patkányok. A kicsi gyerek is tegnap a frász jött rá, mikor meglátta a patkányt, egy 6 éves kis fiú. Hát annyira sírt, hogy a szívem szakadt, megértem, mert még nem látott patkányt. És tegnap, nem beszél. A szemétre jöttem? Igen, hát a szemétből állandóan jöttek, ja, hát mert természetes, hogy meg ételtől kezdve minden van benne. És a patkányok meg ott lakmároznak. És mióta volt ott ez a szemét? Hogy egy hete. Egy hete? Egy hete. Fajban 40 fog ma? Igen. Egy hete nem volt ki ürítve, illetve kivitték a kukát, de vissza már nem lett hozva. És akkor így a szemetet oda letették a földre. És ugye hát a pincéből meg innen jönnek a patkányok föld. A csatornán. És a csatornából is. Értem. És akkor nem beszélve a poloskáról. A ágyneműben, mindenben? Mindenben. Akkor a csótányról. Szóval egyszerűen... Önök rendesen fizetnek bérleti díjat, igaz? Tehát... Én 10 éve lakom itt, de még soha egyetlen egyszer nem volt elmaradásom. Nyugdíjas vagyok, de nekem ez az első, hogy kifizetem a rezsit, a lakbért. És akkor ami marad, abból élek. 90 ezer forintból élünk ketten, illetve kiskutyámmal, 3-an. De a lakbért, meg a többi számlát, ez az első. Tehát, hogyha már ilyen körülmények közt élek, ilyen házba, akkor legalább ne legyen csótány, ne legyen poloska, ne legyen patkány. Szóval egyszerűen borzalmas, amilyen körülmények közt vagyok. Teljesen ki vagyok idegileg. Ilyen nagyon sokféle betegségem van, cukorbeteg, a vérnyomásom. Egy héten belül 2-szer műtöttek légkondilázzárodással. Hát akkor nem tesz szóval ott annyi féle betegségem van, és akkor még nyugalomban se élhet az ember. Szóval ezt az egyet szeretnénk, hogy legalább nyugalmunk legyen az állatoktól, hogy tisztaság legyen, mert az, hogy én itt föltakarítok, az kevés. Vagy a másik szomszédom. Szóval ezt kellene, ezt az áldatlan állapotot megszüntetni. Köszönjük szépen! Felháborító, méltatlan és embertelen állapotokat tapasztaltunk a Ferencvárosi Önkormányzat ingatlanokban és a Ferencvárosi köztereken.
Tisztán látszik, hogy az önkormányzat alapvető intézkedéseket nem tesz meg, ami azonban elvárható lenne tőlük. És látjuk azt is, hogy nem borzasztóan bonyolult feladatokat várunk el tőlük. Ahol most állok, ott fél órával korábban még egy több hónapja, lehet, hogy évek óta itt álló szemétkupac állt, amit hatan, negyed órányi munkával sikeresen eltakarítottunk. Felmerül a kérdés, hogy ezt miért nem tudják megtenni azok a hatóságok, akiknek ez lenne a dolguk.